Az alapítvány támogatása képviselőtestületi jóváhagyást igényel. Az a javaslatom, hogy 2 millió forinttal támogassuk az alapítványt. A polgármester előterjesztésében említett támogatandó civil szervezet a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány. A szervezet 2016 óta foglalkozik Paks területén állatok mentésével. Tevékenységükről a legutóbbi képviselőtestületi ülésen is szó volt. A Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány az ebrendész által befogott állatok tovább gondozásával foglalkozik. Ugye alapvetően az ebrendészeti telepen tartott állatokat, ha 45 napig nem sikerül gazdásítani, akkor el kell altatni. A Paksi Angyalok az Állatokért viszont tovább gondozza ezeket az állatokat, hogy minél kevesebbet kelljen elaltatni. Náluk, és egyébként azóta nem volt altatás tudomásom szerint, legfeljebb egészségügyi problémából kifolyólag történhetett csak ilyen. És náluk nagyon jól megy a gazdásítás is. Most ehhez adnánk 2 millió forint támogatást. Az alapítvány macskák ivartalanításának támogatására is fordítja a támogatási összeget. Ezt a cicát a polgármesteri hivatal előtt találták. Hallott, hogy dorombol? Igen. Dorombol. Az azt tetszik neki, azt jelenti. Nyugodtan megsimészeted. Milyen aranyos. A most 4 hónapos macskát az alapítvány vezetőségi tagja Fritz Anita vette magához. Ez a 4 lábú sem került volna az utcára, ha a macskák ivartalanítása megfelelően működne. Ezt kívánja segíteni az alapítvány azzal, hogy a gazdák számára lehetőséget biztosít az ivartalanítás költségeinek csökkentésére. 2 paksi állateledelboltba egy zárt dobozt kihelyeztünk, abba lehet beledobni a jelentkezési lapokat, ezt mi elbíráljuk. Igazából aki a közigazgatási területhez tartozik, azokat elfogadjuk, és ezekre zárt borítékba megy vissza a boltba, név szerint a jóváhagyó papír, amit az állatorvosnál kell leadni. Ott kifizetik az ő saját önköltségüket, ez nőstény cica esetén 10 000, kandúr esetén meg 5 000 forint. Ez segítséget jelent a gazdáknak, hiszen az alapítvány által nyújtott támogatás nélkül egy-egy macska ivartalanításának ára 10 illetve 20 ezer forintba kerül még úgy is, hogy a paksi állatorvosok nagy része a túlzott elszaporodás megelőzése érdekében akciós áron ivartalanít. Betegséget is megelőzhetnek vele, kandúrok nem verekednek, a cicák kevésbé mászkálnak el otthonról. Tehát ez azért is lényeges, mert nagyon sok nem cicás veszi ezeket a készítményeket, hogy a macskákat távol tartják a saját otthonuktól. És a boltban nagyon sokat halljuk azt, hogy viszik, tehát nagyon nagy számban viszik a spréket, amik nem olcsók. Tehát ez mindenkinek az érdeke, hogy ne szaporodjanak el a cicák. Az alapítvány tavasszal szívféregszűrést tervez a kutyák részére a támogatási összegből. Egyre nagyobb területen jelenik meg a szívféreg. Ez szúnyogok terjesztik, a vérben található mikrofilária által. Tehát a szívféreg tesztet azt a felnőtt férget mutatja ki, és hogyha korai stádiumban elkapható ez a betegség, akkor nagyon jól kezelhető esetleg gyógyszeresen, tehát különböző módon. A kutyának a túlélési esélye sokkal nagyobb. A szívféreg szűrés által azzal, hogy minél korábbi stádiumban kiderül a kutya fertőzöttsége, a betegség tovább terjedése is megakadályozható.